Hello, hello! Üdvözlök mindenkit, újra itt vagyunk, visszatértünk, és ugye hát az előző hadjáratunk az hát csúfos kudarcban ért véget, de sokat tanultunk belőle, és ahogy ígértem, vissza is térünk egy nagy hatalommal. Ugye láthatjátok itt felsorolva az ajánlott nagy hatalmakat, és ezen belül is mi most ki fogjuk választani, igenis, a Német Birodalmat. Ugyanis, és mindjárt mondom, megindoklom nektek ezt az egészet, azért választjuk ezt, mindjárt mutatom a helyzetét, mert ugye a Német Birodalom itt van Európa közepén. Ezt már korábban kifejtettem, Európát ebbe a játékban nagyon szeretem, nagyon jó gazdaságilag, úgyhogy ezen fogunk itt lovagolni egy darabig, szerintem Európába azért kipróbáljuk majd az olasz, francia, angol, spanyol, oroszt, ezeket mindenféleképpen meg fogjuk próbálni, úgyhogy most egyelőre egy German Reich lesz, úgyhogy ennek megfelelően állítjuk be a dolgokat. Tehát, mint mindig, free-re állítunk mindent ebbe a foreign policy-ba, mert így szeretném megcsinálni, és kész, nem vagyok egy nagy, nem szeretem, hogyha nagyon történelemhű, úgyhogy nem vagyok egy túl pontos ember ilyen szempontból, és a Historical AI fókuszt is levesszük. Na, így is fogunk belevágni ebbe a csatába. Rá is megyünk szerintem a start gombunkra. És meg is érkeztünk. Na, itt vagyunk Európában, itt vagyunk Németországban. Még mielőtt ugye hozzákezdenénk a játékhoz, megfogalmazzuk a céljainkat, meg persze meg kéne nézni, hogy mik a lehetőségeink, de először fogalmazzunk ki nagy-nagy távlati stratégiai célokat. Hát az legyen az szerintem, mint ahogy itt, hát itt ebben mondjuk maradunk történelemhűek, a Német Birodalommal meg kéne hódítani Európát. Azért, hogy majd később a Szovjetunióval, USA-val, Japánnal, vagy Kínával, majd attól függ, hogy ki fog itt nyerni a távol-keleten, föl tudjuk venni a harcot, és Európa ilyen szempontból egy gazdasági óriás. És hát ez szerint fogunk neki menni. Szóval első lépések, ezeket a bécsi egyezményeket, müncheni egyezmény, ezeket letolni, Ausztria Anschlussza, Magyarországa kialakítani egy jó viszont, szerintem Romániát kisofolhatjuk őrel most úgy. Nem tudom, hogy vele szeretnék-e közelebbi kapcsolatot, mert hogyha nagyon úgy van, akkor elfoglalom Romániát, vagy Magyarország elfoglalja Romániát, úgyhogy azt majd meglátjuk. Északon ugyanúgy elfoglaljuk Norvégiát, Dániát, és szerintem majd hadat üzenünk Svédországnak is, ő is kell, mert ahogy láttátok az előző hadjáratokban is, iszonyat jó nyersanyaggal rendelkezik. Ez, hogyha a német gazdaságba bebírnám integrálni, akkor azzal egy nagy boostot tudnánk szerezni. Ugye Lengyelországból, Csehszlovákiából, Ausztriából azért tudunk már szerezni még emberanyagot, úgyhogy szerintem itt a manpowerrel se lesz túl nagy probléma, pláne, hogyha majd a franciáktól ugye le tudjuk csatolni ezt az atlanti partszakaszt. Ugye terv szerint én is vagy egy Vichy Franciaországot szeretnék létrehozni, vagy pedig felosztom Franciaországot, és az olaszok megkapják, mit tudom én, a Rhön folyó mentéig, de szeretnék közös határszakaszt Spanyolországgal, az lenne a legjobb szerintem. Valamint majd felkészülünk ugye a Nagy-Britannia megszállására, az angliai csatára, és itt azért gondoltam rá, kaptam tippeket az ügyben, hogy ugye hogyan csináljak tengerészgyalogosokat, ejtőernyősöket, hogyan kombináljam, úgyhogy majd ennek megpróbáljuk ezt alkalmazni, nem mondom, hogy sikerülni fog, ahogy láttátok a svédeknél is voltak elképzelések, nem sikerültek. Na, vágjunk is bele akkor itt a Németországba. Első lépésként ugye kiválasztjuk a fókuszt. Ja, igen, és amit elfelejtettem mondani, ez ugye az első olyan nemzet, amit kipróbálunk, amelyiknek nem standard fókusza van. Tehát itt a four-year plan alatt kapunk egy ilyen gazdasági erősítőt, boostokat, valamint itt ugye a Rheinland, itt viszont politikai ágon tudunk végigmenni, így tudjuk eldönteni, hogy végül is mit szeretnénk majd csinálni, szerintem ez az Anschluss
Szudita, ezen a hagyományos vonalon fogunk végigmenni, de, és amit nagyon fontos, mindaddig nem kezdünk háborúba a Szovjetunió ellen, amíg le nem győzzük a szövetségeseket. Ez szentírásként fog itt maradni. Természetesen, hát ugyanúgy fogunk védekezni a szovjetek ellen, azért nem hagyunk ott egy nyitott ajtót, hogy bejöjjenek itt Európába, szóval itt most rá is megyünk Rínelandra. Ugye ez fog nekünk remilitarizálni, hú, de nehéz szó, ugye Rínelandot, ugye a Rajna vidékét. Nos, ugye ezt elnyomtuk, egyelőre PP-nk nincs, political power nincs, stabilitás 84%, war support 30%, hát ezen majd ugye lökni kell egy kicsit, viszont manpower-be itt van nekünk 1,34 millió ember, ami, hát azt mondom, hogy az egy szép szám. Jó, jelentsen ez bármit is, hát rámegyünk. Jó tettem, hogy rámentünk. Mindegy, majd meglátjuk, most erre mentünk rá, kész. Megyünk tovább, és mint mindig, szétnézünk itt az Engineer és Industry területén, ugyanis a német gazdaságot azért el kéne látni itt fejlesztésekkel. Ugyanúgy rámegyünk itt egy kis fejlesztés gyorsításra, és hát így van a support weaponöket elkezdjük nyomni. Azt hiszem Németországnál is tudom majd bővíteni a research slotot, így is van, pontosan egyel. Úgy van. Egyel, úgyhogy ezt innen folytatjuk. Magyarországgal a szokásos jó kapcsolatot majd megpróbáljuk kiépíteni, ugye ehhez PP kell. Ausztriát, hát Anschluss valahogy be kéne kebelezni. Úgyhogy itt el is indítjuk a játékunkat, hat pörögjön. Construction, így is van, construction, ugye azokra a területekre fogunk construction-t nyomni, ahol van nyersanyag, hogy megnevelje a nyersanyagunkat. Aha. Hoppá, hoppá, hoppá. Ugye ez az elsődleges. Így is van, máshol nincs nyersanyagunk. Azt hiszem, hogy Németország nem rendelkezik más tartományokkal. Tehát minden egyéb tartományunkat elvették, és ugye jöhetnek a civil gyárak. Na már most a civil gyárakat úgy fogjuk most kiosztani, hogy egyelőre lerakunk egyet minden egyes területre. Ugye ez nyilván hátrányosan fogja érinteni a partmenti területeket, de hát most édes Istenem, majd bővül ott is a hajógyártás. Tehát egyelőre gyárakat létesítünk úgy-úgy oda. Na. Azt azért tudni kell, hogy 15 gyár, 15, meg 8 gyár dolgozik egyszerre, tehát két építkezést tudunk párhuzamosan folytatni. Productionben egész szépen beállította itt nekünk a játék, viszont itt, ha jól látom, ilyen plusz egyek vannak beállítva, szóval ezek majd lekopnak, és újra be kell állítanunk egy standard termelést hajókból, szóval arra majd azért figyelünk nem sokára. Gyorsan nézzük meg a repülők terén, hogy állunk, ugye van nekünk fighter és close air support, meg taktikai bombázó termelés, de nekünk kell transport plane, ugye föl kell készülnünk az angliai csatára. Stratégiai bombázót, miért nem? Lassú termeléssel, de legalább lesz. Taktikai bombázónk ugye van, naval bomber kéne. Rá is nyomjuk, nagyon jó lesz majd nekünk itt ugye az angliai, francia szövetséges hadiflották ellen. És hát igen, a tank. Na, tankok közül light tankot gyártunk, ráadásul két gyárunk gyártja a light tankot. Egyelőre ez marad, mert szerintem majd az egységeink, a divízióink felépítésében is light tankok vannak jelenleg. De nézzük meg gyorsan a gyalogságot. A gyalogság ugye kap tüzérséget, support equipmentet, meg hát persze természetes kézi fegyverket is van, trackunk is, szerintem civil vonatot fogunk termelni, valamint anti-air, tehát légelhárító fegyvereket. Nagyon fontos lesz, hogy itt előállítsuk ezeket a fegyvereket, mert a gyalogságunkat meg kell erősítenünk. Így is van.
supporttal is, meg szerintem divisionbe is teszünk be. Ezzel nyilván lassítani fogjuk az egységeinket. Aha, jó van, érdekes, érdekes felépítés, ideig sose jutottam el egyetlen másik nemzettel, se a magyarokkal, se a svédekkel, de egyelőre ezt megtartjuk, ezen majd bővítünk, szerintem ezeket duzzasztani fogjuk, csak nyilván ahhoz ugye XP kell, experience. Jó, szerintem szépen át is néztük így gyorsan ezeket a dolgokat, úgyhogy meggyorsíthatjuk a speedet. Aha. A japánok letettek valamit az asztalra, hát sajnálom, nem tudtam elolvasni, ez van. MFO Bills. Jó, hát egyelőre várakozunk, várakozó helyzetbe tesszük magunkat, és elkezdünk remilitarizálni. Tehát duzzasztjuk a hadseregünket, szerintem egy hárommal lesz meg, duzzasztjuk, kihozunk egy pár, hogy is nevezik? Nem tudom a német nevét, Jäger, valamilyen vadászok, hegyi vadászok. Teszünk le olyanokat is, Panzer Division is, hadd jöjjön bele a testbe, készen állunk rá. Azért egy kettesével ők is szépen ballaghatnának. Motorizált Infantry Division-t leteszünk, de vele azért óvatosan bánunk, mert a trákokat nagyon sok felé használjuk, tehát azért az föl kéne duzzasztani a raktárkészletünket autóból. És szerintem olajügyileg nem is állunk olyan jól, hogy ezt olyan nyugodt szívvel megtehessem. Artillery-re is teszünk, és akkor anti-air-re is teszünk. Így is van, és ugye kimaxoltuk ugye a katonai gyárainkat, nem tudunk más termelni. Egyelőre így is vagyunk, a research-et kénytelenek leszünk megvárni, és a Rhineland-ot is. Aha, viszont PP érkezett. Construction speed-et adna. De nézzük meg, hogy ki milyen. Na itt van egy Silent Workhorse, ez szimpatikus, minél több PP-nk legyen, főleg itt az elején, gyorsan tudjon kijönni. Ezek nem érdekelnek, ez se. Jó, szerintem ezt a Silent Workhorse-t fogjuk megvenni, és megnézzük. Mit tudunk tenni? Na, pár nap, és mehetünk tovább itt a fókuszon. Hatvannyolc, és 70, már meg is állítottuk a space, mindig legyen a kezünk a space-en. Na, Anschlusshoz kell nekünk, Manpower in Division, Field, tehát nekünk azt fel kell duzzasztani az Army-t 500 ezerre, 345 ezeren állunk, szóval ott majd kis segítsége kellenének, de viszont ez egy jó bónusz lesz itt nekünk építkezéshez, meg researchhez, industrial researchet fog nekünk majd adni. Remilitarizáció, oké, igen, fosni kéne kifelé a divisionöket. Jó, szerintem ezt is fogjuk tenni. 386. Jó. Akkor gyalogságból fogjuk ezt megoldani. Meg mondjuk itt vannak, hát, gyorsreagálású hadtesteket is hozni kéne, de nekem most mindenféleképpen az a dolog, hogy Ausztriát minél gyorsabban annektáljuk. Jó, van, vár industriál, így is van, és akkor a construction az jóval gyorsabb lesz. És egyelőre ugye csak civil gyárakat építünk, minél gyorsabb termelést szeretnék elérni. Etiópiát ugye az olaszok elfoglalták, nekünk az most egyelőre nem azt nem szoroz, sőt mindig elfoglalják, szóval egyszer majd azért lehetne kezdeni egy játékot Etiópiával, hogyan is védekezzünk Olaszország ellen. Ott is érdekes stratégiákra tudnék gondolni, de szerintem a játékban lehet, hogy nincs ilyenekre túl sok lehetőségünk.
Itt még rányomunk egy research speedet, 211 nap ugyan, de szerintem hosszú távon meghálálja. Ja, igen, és most nézem, hogy researchben bajban vagyunk, hogy ne lennénk bajba, hiszen nincsen gumink. Na, mivel nincsen gumink, azt úgy fogjuk tudni megoldani, hogy csinálunk magunknak gumitermelést, sőt, nem is kis gumitermelést szeretnék csinálni. Jó. Jó, és hogyha már itt vagyunk a guminál, akkor legyen nekünk hozzá elég üzemanyagunk. Úgyhogy azt is megerősítjük, az üzemanyag termelésünket. Ez ugye mind construction lesz, ez mind a gazdaságunk miatt kell. Ezt meg is tartjuk így szépen. Ugye Európában azt kéne gyorsan megnézni, hogy ki rendelkezik nagy mennyiségi olajjal. Hát ugye nekünk csak 4 van, franciáknak abszolút 0, a briteknek abszolút 0, északon 0, tehát akkor még az északi tengeri olajtartalékok nincsenek meg. Hát Lengyelország rendelkezik 6-tal, Magyarország 2, Ausztria 2, hát ezek, hogy is mondjam, nagyon szegényesek. Igen, Románia. Románia 84 olajjal rendelkezik. Azt majd lehet, hogy valahogy be kell nyúlni, így vagy úgy, de Romániát magunk mellé kell állítani. Legalábbis az olajtermelését. Jó, szerintem submarine-t azt még teszünk rá. Hadd jöjjenek. Így is van szépen. Ez a termelés, ez itt maradhat. Battleship is lesz, Battleship 2, az is nagyon jó, 10 Battleship az, mert szerintem nem kell ennyi, ez túl sok ember. De majd meglátjuk, hogy mennyi kell, mennyire lesz szükségünk a szövetségesek ellen. De egyelőre még jussunk már el az Anschlussig. Cruiser Supernuclear Scientist, Air Warfare. Rocket Research, jó, hát akkor ez egyelőre engem nem érdekel. Industrial Concern. Na nézzük, Industrial Research Speed. Szintetikus Research Speed, jó, Electrical and Industrial. Aha. Aha. Jó, hát egyelőre az industriára fogunk ráállni, az elsődlegesen fontos. Aha, és közben ugye tudunk ilyeneket is fejleszteni. 1936. Panzer 1-2-es light tankok tudnának érkezni, de szerintem nem is az van beállítva itt a termelésünkbe. Gyorsan nézzünk rá, de Panzer 2-esek vannak, tehát akkor azt megtartjuk. Hol is vagyunk? Itt is vagyunk. Panzer 2-esek vannak, ugye aztán rá kéne állni a Panzer 3-asokra, de ezeket a divíziókat meg kéne tartani, hogy 1941-ben át tudjak állni Leopardokra, mert ezek a divíziók, vagy akkor már inkább át kéne alakítani ilyen vegyes divíziókra. Aha, na majd meglátjuk. Meglátjuk, egyelőre nem kontárkodunk bele ebbe az egészbe. Artillery-t azt egy kis boost-tal megerősítjük. Hát itt a Heavy Fighter tudnék kihozni, BF 110, mondjuk a 110-esek elég jók voltak, de egyelőre őket garázsban hagyjuk, és ugye Industrial-t nyomunk. Na, nekünk majd pont ez kéne, hogy plusz egy gumit termeljünk. Fuel gain from... Aha, az plusz 50%, tehát erre majd azért erősen rá kell feküdni, de hát egyelőre a gyárakkal fogunk foglalkozni. Jó, azt mondjuk azért elfelejtettem megnézni, hogy jelenleg milyen hadiflottával rendelkezünk. Aha, itt van egy farkasfalka. Itt van egy egész jó kis flotta. Aha, bár itt nem értem, miért van hozzánk egy
Egy heavy cruiser berakva a farkas falkába, de hát jó van. Nem értetek én sem mindent. És itt is van egy jó kis flotta. A jó oszil flotta, ja, a keleti, jó, keleti tengeri flotta. Rendben van a production az egyelőre. Ugye így vagyunk, op, 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 op. És Anschluss, még mindig nem lehet. Hány fönk van? 386 ezer. Azt akkor egyelőre el rontottuk. Nem akarok csúnyabb szót használni. Aha, excavation, adna majd nekünk bónuszt. Na ezeket az embereinket gyorsan ki is dobjuk, megnézzük ez mennyire löki fel. 455 ezerre löki fel, már jó, akkor a következő 70 napos körben Anschluss elindítható. Nézzük akkor a készleteinkben, hát igen. Jó, ezekre kell odafigyelni, hogy ezek a készletek azért viszonylag moderált állapotban legyenek. Decisions. Jó, visszaállítjuk akkor az mefót. 69 pp-vel rendelkezünk. Jó, egyelőre itt akkor várakozunk, várakozó üzemmód, Anschluss a legfontosabb. Plusz nyilván, hogy az embereink meglegyenek. Növelni kell majd a gyártási kapacitásunkat. Minél több az ember, annál több a fegyverigény is. Nyilván Európa egyik vezető hatalma vagyunk, úgyhogy ennek megfelelően fogunk fegyverkezni, építkezni. Jaj, mi volt ez? Research. Így is van a researchben. Láne az, hogy kaptunk 112 és 30, 60. Ezt fogjuk tolni, és elmagyarázom, az pont azért, akarom ezt növelni, mert a termelési kapacitásunkat növeljük vele, és igenis hátrányban vagyunk egyelőre készlettel. Szóval itt az iparunknak be kell hoznia magát, hát annak igen feltétele az, hogy minél több civil gyár legyen, minél jobb infrastruktúra legyen azért. Olaj, gumigyárunk, civil gyárunk, úgyhogy hát igen, rajta vagyunk az ügyön, dolgozunk szépen. Jó research, ez 79 nap múlva lesz, és 30, jó, van még egy 30 napunk körülbelül, azért ezt most így jobban meggyorsítjuk, meglökjük. Addig ki is szedjük, így is van. Ki is szedtünk, remélem 513, mennyi kell az Anschlusshoz? Gyorsan olvassuk el újra. Anschluss 500 ezer. Manpower in division in the field. Ja, bocsánat, hát én csak az armit olvastam, 438 ezerrel vagyunk csak egyelőre. Hát ami nem jó, ellenben siralmas, de nézzük meg most. 484. Hajmán, na, sákok. 484, na, gyorsan dobjuk ki ezt az egyet. Addig nem csinálunk semmi mást, ezt kidobjuk, na. Jó, kiestek ezek az egységek, 530, és már jöhet is az Anschluss. Úgy is van, tehát Ausztriára rátesszük a kezünket, ott már lesz egy kis olaj. Annak örülök. Jó, hát divisioneket egyelőre nem bántjuk, csak meg kéne nézni, hogy jó, nagyon jó el. Oh, hát Németország olyan
teljesítménnyel rendelkezik, hogy ez hihetetlen. De mi jövünk is vissza az industriálba, és egy 85 naposat rá is teszünk, azt hiszem 3 bónusszal rendelkezünk, tehát 3-at fogunk tudni kifejleszteni így. Na menjünk is tovább, Anschluss, alig várom, alig várom. Material Motorization, Artillery, Weapon. Jó, Weapon lesz. Oké, kettő kifejlődött. Aha, ráadásul ez a kettő Excavationre van, ugye bónuszunk, az egy 85 nap, azt nagyon megköszönjük. Vagy ez nem, nem fogunk rámenni túl sok nap. Nekünk egy kicsit most vissza kéne fordulni a divízióink irányába, de nem sok lehetőségünk van rá, ugye 1936-at írunk még mindig, úgyhogy legyen inkább egy rádió. Neutrality Act, az mit vonz nekik? Aha, jó, oké, okay. Ja, igen, és közben mi gyönyörű szépen. Gyönyörű szépen, ez igen, jó, megvan az Anschluss. Gyönyörű, ezentúl Ausztria és Németország részét képzi, legalábbis a játékunkban. Rámegyünk a Construction-re, amúgy se tudok most nagyon mást fejleszteni, szóval ez marad. És megyünk tovább. Van itt egy Eastern Claims. Memel, Danzig, Nina Pozo, Katowice. Aha, tehát követelésem lesz. Jó, hát ezen kéne először végig szaladni, aztán ezen War, Maginot, War with France. Ezen kéne végigmenni, vagy Demon Slovenia, ezekhez mi kell? Manpower 750, 750, 608-al rendelkezek, ha ezeket én most itt kidobom, lejönnek ezek, akkor 748, talán ezt még meg tudom várni. Jó, mert akkor lehet, hogy arra fogunk inkább tovább menni, nem ez az Eastern. Ja, Hinden Pomer az utolsó. Az utolsó fejlesztésünk ugye mindjárt befejeződik infrastruktúrára, úgyhogy azzal jók leszünk. 7 672, ugye mennyire van szükség? 750, jó, nem, nem szórakozunk ezzel. Befriend Japan, vagy Research Bonus Szintetikus Hermann Göring verke. Aha. Az igen, micsoda. Micsoda fejlesztések vannak itt, kérem szépen. Na jó, nem militarizáltunk eléggé időben. Gyorsan nézzünk rá, nézzünk rá. Mutasd. 725 in the field. Spanyol polgárháború. Na hát itt jó volna támogatni a nacionalistákat. Támogatni is fogjuk őket, bár most nincs mivel támogatni. Ez nagy baj, nem termeltünk eddig készletet. És ez hétszentség, hogy nem fogok nekik repülőt adni. Úgyhogy önkénteseket fogunk neki küldeni. Ötöt tudnék elküldeni. Ja, közben nem állítottuk le. Szóval ötöt fogunk küldeni. Na, 37-et írunk, úgyhogy ezeket gyorsan rá is tesszük. Csinálunk egy ötös divíziót.
Javarész gyalogságból fog állni. Így is van. Ezért addig felezzük, még öt nem lesz. Gyönyörű. Kaptak egy parancsnokot, mondjuk olyan, aki hegyi terepen tud harcolni, vagy gyalogsági. Wilhelm Ritter von Lieb, remélem jól ejtem. Őt fogjuk ennek az egységnek az élére tenni, és már is küldjük Spanyolországba. Így is van, ötöt fogunk tudni elküldeni, már küldjük is. Jó, remélem kapok hírt arról, hogy mikor fognak megérkezni oda. És valószínűleg ezzel már meg is vagyunk, 788, tehát a következőbe majd szépen rá tudjuk tenni az embereinket. Aha, ez már kettő division is lehetne. Ez gyorsan el, húzzuk onnan. Ti mondjuk oda mentek, ebből egyet elveszünk, jöhettek oda, és akkor szerintem a cseheket már is körbe tudjuk venni. Egyel, valamint még egyel, még egy egységgel, így is van. A cseheket körbe vettük. Jó, itt lassítunk egy kicsit a játék menetén, mert most már ideje volna odafigyelni, hogy mit is szeretnék csinálni. Jó, ugye Ausztria Anschlusszával, az ahogy beolvasztottuk, kaptunk még gyárat, amit igenis rá fogunk tenni itt a gyalogsági fegyverzet erősítésére. Anti-air. Így is van. Ebből viszont Demand, Sudeta Land, az meg lesz. Spanish Volunteers. Aha, megérkeztek az egységeink. Egy rövid front szakaszra dobjuk magunkat, és majd megnézzük, hogy hogy tudunk itt segítkezni az embereknek. Ugye jó volna segíteni itt a spanyoloknak, mert ahogy eddig észrevettem, a spanyolok mindig beállnak hozzánk. Legalábbis hozzánk, az Axishez. Aha, azt ott körbe fogjuk tudni keríteni. És ezzel akkor el is vágtuk őket onnan. A másik Bilbao, mert hogyha itt vissza tudnánk szorítani a kommunistákat, akkor könnyebb dolgunk van nyilván majd elcsatolni, itt ezt itt kell áttörnünk a tengerpartra, fölnyomni egészen Barcelonáig, ott a hegyekben majd elintézik őket, mi visszafordulunk szerintem is, ugye lejövünk itt a tengerparton. Remélhetőleg addigra ők megoldják Madrid ostromát. Küldünk még rá. 76, hadd menjen. Úgy-úgy. Úgy-úgy, hát ide kettő divíziónak kéne valahogy érkeznie, lehet, hogy ők azok a kettők. Úgy is van, nyomjuk. Nyomjuk egy kicsit még a frontot. Bár itt is ez volna jó, hogyha el tudnánk érni inkább azt, hogy oda egy egységet beszúrunk. Na, megérkeztek? Drága embereink. Jó, meg is érkeztek oda a spanyolok, úgyhogy ez el van vágva a külvilágtól. Azt ott föl is őröljük. Közben ugye nekünk azért vannak itthon is feladataink, dolgaink, azt azért ne felejtsük el. Jó, military, vagy military, de hogy is a civil gyárak azok éppen fejlődésben, építésben vannak. A production-t viszont kőkeményen toljuk, és research terén nincs változás egyelőre, jó. Jó, mégis csak hozzáfogunk a United Kingdomtól, igenis, veszünk gumit. Azt tudom, hogy az majd az a gumitermelés, az le fog tőlünk válni, hogyha háborúba kezdünk a lengyelekkel, vagy bárkivel. De egyelőre ez van. Malaga, Granada, Almeria, ezeket jó volna valakinek megtolni, de egyelőre nyerjünk itt fönt.
Nézzük. Egy ösztűz minden oldalról, 92. A szám, amelyet mutat, és nem több. Na nézzük. El kéne tudni intézni ezt a brigádot itt. Aha, jó, hát mindegy, harcoljatok, dolgozzatok nekünk, itt van is, itt is van egy ilyen rádiófejlesztés. Áj, na, azt nem, azt még nem toljuk el, industrial, jól, vagy 37-et írunk, és lehet, hogy ki kéne dobni ejtőernyőseket, paratroopers. Ki kéne képezni majd ejtőernyősöket is. Őket leállítjuk, azért már elég sok hegyi divízióval rendelkezünk. Mondjuk őket kellett volna ide elküldeni, de akkor meg lehet, hogy nincsen elég emberanyag az áttörésekhez. Na nézzük, milyen infrastruktúra van itt úgy. Ja, gyenge. Hát jó. Nármas infrastruktúra. Jó, mondjuk az nem annyira gyenge, de mégiscsak lassabbak az egységeink mozgásai. Ezt is, hogyha egy sikerülne felszámolnunk, akkor még nagyobb erő mehet ide Bilbao környékére. Sőt, ő is át tud csoportosítani, úgy látom Madridnál egy kicsit Madridhoz közeledni tudtunk, Toledóig eljutottak az embereink, mármint a spanyolok. Jó, ezt megnyertük, körbefogjuk Bilbaót, és segítünk, ahol tud. Tudunk. Na, kitörtek Pamplónánál, de szerintem az annyira jó lesz nekünk, hogy akkor ezt a csapatot itt el is vághatjuk. Így is van, hogyha éppen haladna itt ez a divíziónk, akkor azzal már... Jaj, nem. Háj, de jó vagy. Pamplóna. Pamplóna. Úgy. És mész szépen be a reptérre. Az az egysége meg ott elkalandozott, azzal nem is fogunk annyira foglalkozni. Jó, akkor Bilbaóra mehet is egy offenzíva. Jó, annyi a lényeg, hogy ezt a divíziót itt fel kell őrölni, és aztán Bilbao az el fog esni, mert az ott az a hegyi divízió az készre hely. Így van, el is esett. Itt is, hogyha majd tudnának csinálni a spanyolok egy bekerítést, az lenne az igazi. Minden oldalról támadjuk a várost. Hamarosan elesik. Na, akkor itt mi történt, kérem szépen? Miért van... És miért nem került még hozzám? Aha, tehát a csehek nem adják nekünk. Jó, akkor egyelőre Szlovéniát dímendeljük, ugye a Jugoszláviától, és szerintem háborút fogunk indítani Csehország ellen. Na, akkor jöjjünk át itt a német hadszíntér, és rendeljünk mindenkit hozzá egy commanderhez. Na, Field Marshal, így van, nekünk Field Marshal kell. Kluge, Model, huha, nem tudom, nézzük meg ki, mit tud nekünk adni. Atak, Panzer, Entrenchment, Mantin, jó, meggyőztél, ugye nekünk ez most egy elég hegyes vidék itt, tehát muszájak vagyunk ezt felhasználni. Na, ebbe a csapatba azért vannak Panzer Divisionek, szóval egy Heinz Guderiant azért ráteszünk. Itt is van, mondjuk itt egyel kevesebb, most vagy Mansteint, vagy Rommelt kéne erősítenünk. Attack Fort. Fortra plusz 10 van, az nagyon jó. Ugye van Panzer. Jó, Mansteint fogjuk megerősíteni ezzel, és... Ki is adunk egy Battle Offensive Line-t, ha tudunk. Ugye ez a lila csapat. Ővelük törjünk előre. Vagy nem.
Nem jól határoztam meg, nem jól határoztuk meg, mert ugye Mansteinnek kéne, így van, Mansteinnek kéne, mivel itt ezen a területen, ez eléggé alföldies jellegű terület, ő talán könnyebben tud elnyomulni Kelet-Szlovákia irányába, még Guderiannak kéne északról erőltetnie egy betörést, amiben el kéne foglalni a Brno, Prága, hát igen, ezekre itt rá kéne segíteni, így. Így, mert Bratislava, Zlina, ez onnantól kezdve Mainsteinnek lesz a dolga. Jó, meghatároztuk ezt. Igen, és a csehek mindenhol ott állnak rajtunk. De változtatni fogunk ezen, mert azért nekünk még van emberanyagunk. Vannak divízióink, itt is van 11 divízió. Stuttgart, München, ohoho, hát itt kaptunk egy csomó divíziót az osztrákoktól. Hát igen, mivel nem agresszívan vettük be őket, így úgy tekintenek ránk, mint brada. És akkor még ezt a hármat hozzáteztük, ez megint 24 egység. Ők mondjuk, hát ez eléggé gyalogsági egység, szóval Erwin von Witzleben, Leben, nem tudom, hogy kell helyesen ejteni. Őt is hozzácsapjuk ehhez. Rendben, Guderiannak visszavonjuk az arcvonalat, és Guderian csak így fog támadni. Valamint Mansteinnek is lejjebb veszik az arcvonalat. És neki elég, hogyha csak itt a Szudéta vidék déli részét, itt ezt az ausztriai részt veszi, mert akkor középről Ervinünk egy szép frontális támadást fog intézni. Így, keresztbe az egész országon, úgy. Jó lesz az. Úgy is van, fejlődjünk fel, nézzük meg, hogy milyen erőviszonyok lesznek itt. Jó, közben ránézünk egy kicsit itt a spanyol hadszíntérre, ahol, mint ígértem, mi itt fogunk áttörni. Így. Ezen a folyó mentén fogunk áttörni. Legalábbis itt igyekszünk valamit elérni, mert minél hamarabb el kell majd onnan vágni a spanyolokat, legalábbis a republikánusokat. Jó, tehát akkor Csehországra felállítottuk a tervünket, és megadtuk, nem tudom pontosan, egy Excavation 2, az nagyon jó lesz nekünk. Fuel, fullok vagyunk. Industria 37-et írunk, ami lehet, hogy azt jelenti nekünk, hogy semmi hadászati felszerelést nem tudunk fejleszteni. Jó, hát akkor radar. Radar, ja igen, és hát a legfontosabb, a légierőt még nem kezdtük el bevetni. Jó. Ja igen, még itt van, ők micsoda? Naval Bomber, jó lesz, ezt a szoros kell itt nekünk levédeni. Jó. Hát kezdjenek el repülni itt a drága pilótáink, legyenek meg a gyakorlati dolgok, nőjen az XP. Aha. Jó, itt nincsen fighterünk, ez egy nagyon nagy probléma. És erre rá is fogunk erősíteni. Sőt, stratégiai bombázó, összes ide rendelem. Closer support, hadd jöjjön, ugye ők vannak legközelebb ide a cseh északi határhoz, Guderiannak jó segítséget fognak tudni adni, intervall fighterek jöhetnek, sőt, az összes jöhet. Intervall bomber, jöjjön le, a naval bombert azt nem teszem ide, de annyi a lényeg, hogy akkor itt mindenki harckész lehet, és még így is jól vagyok olajjal. Nagyon jó. Na, hagyjon, tudok ennek örülni. Na, akkor itt meg is állítjuk egy kicsit az időt. Itt meg az emberénk úgy néz ki, hogy jól rá fognak tudni segíteni spanyoloknál. Hát igen, most itt
ötletek voltak. Vagy Malagánál kéne egy előretörés, itt ezt a déli részt elfoglalni, vagy Barcelonát kell elvágni, vagy hát ugye elfoglalni Madridot. De úgy látom, hogy itt Madridnál azért ráerősítettek a fasiszták, úgyhogy az ott majd békében tud lenni. Hát igen, Csehországra akkor meghatároztuk a tervet. Ezt már csak végig kell ütni. Csehszlováknak úgy látom nem garantálja senki se a függetlenségét. Úgyhogy itt legalábbis csak egy német-cseh háború lesz. Jó, jó, innen fogjuk folytatni. Na, akkor ha megengeditek, én most elköszönök, innen fogjuk folytatni. Remélem tetszik mindenkinek ez az új németországos sorozat. Nem szeretnék majd fasiszta lenni, egy idő után egy jó, hát egy demokratikus német birodalmat fogok létrehozni, legalábbis ez a cél. De majd meglátjuk, ahhoz először ugye meg kell nyerni a háborút. Na, köszönöm, hogy eddig itt voltatok velem, és akkor ezt folytatjuk, ezt a hadjáratot. Ez igen, azt kell mondjam, hogy nagyon jó ez a német gazdasági teljesítmény, ez lenyűgözött engem eddig, nagyon kényelmes eddig vele a játék. Nyilván a komolyabb része az ezután fog jönni, mikor már állígatni kell a divisionöket, jobban kell gazdálkodni a manpowerrel, hiszen látjátok, már 1 millió fő alatt vagyunk. Igen, és majd jönnek a nagyobb halak, akiket le kell verni. Egyelőre ez csak egy ilyen langyos fejlődgetés volt. Na, akkor elköszönök, és akkor a következő részben találkozunk. Na, szervusztok, hello, hello!